Szevasztok srácok, Makon vagyok, ez egy újabb Langoliers epizód, amiben folytatom tovább a küldetéseknek a teljesítését. Látjátok, nagyon megváltozott a plac az előző epizód vége óta, ugyanis ugye ezt mondtam nektek, hogy én főleg kamerán kívül fogok ebbe tevékenykedni, küldetéseket nem fogok megcsinálni kamerán kívül, csak is ilyen dizájnolós, építkezős részek lesznek kamerán kívül megoldva, meg ilyen gyűjtögetősek, amik ilyen unalmasak abszolút. Úgyhogy el is mondom, mi változott, hát elég sok minden. Ugye kezdtünk egy körülbelül egy 5x5-ös placon, hát ezt kibővítettem elég szépen, ugye itt neveltük eddig a fákat, volt 2 darab barellünk, abból most már van összesen 6 darabunk, aztán csináltam homokot, amire rá tudtam ültetni a kaktuszt, és így sokszorosítottam, hogy már 4 kaktusz nőjön nekem egyszerre, ugye ez a víz miatt lesz fontos. Aztán van 2 dupla chestem már, itt tovább, ugye eddig itt neveltem a fát, itt a kis ágy mellett ezen az egy blokkon, most pedig már egy nagy erdőt tudok nevelni, 12 fát tudok nevelni egyszerre, úgyhogy ez eléggé meggyorsította a dirt blokkoknak a gyártását is, de még mindig nincs sírzem, úgyhogy azután még sírok egy sír után. Úgyhogy azt még meg kell csinálni, és akkor még gyorsabb lesz itt a dirt block gyártás. És csináltam mobspannert, és csak elég hangosak. Szóval csináltam egy jó nagy hosszú mobspannert, amit középen ketté vágtam még pedig azért, hogyha valami a másik oldalra esik át, nem mondjuk erre az oldalra, ami itt van, hanem a másik oldalra esik át cucc, akkor sokkal könnyebben át tudok menni, nem kell óriási nagyot kerülni a cuccakért. Na de vágjuk is le ezeket a mobokat, amik itt bespannoltak. Kapunk egy csomó lootot megint, ugye mondom, hogy átesett a cucc, átjövök mondjuk másik oldalról egyszerűbb lett volna, mindegy. Ó, itt meg van valami ruhás emberke is. Úgyhogy volt 2 skeleton, egy creeper, meg 2 zombi. És ez a kard, ezt láthatjátok, ez újdonság nálam. Ez egy flint kard, ugyanis addig ugye cobblestone-t kalapáccsal szét kell verni, és akkor kapsz először gravelt, aztán hogy gravelt szétvered, akkor sandet, ha sandet szétvered, akkor dust-ot kapsz, így kell majd szitálni a dolgokat. Na hát én csak gravelig vertem szét cobblestone-t, és utána azt leszitáltam, és abból kaptam flintet, és abból lett ez a flint kardunk, ami már elég szépen fejlődik. Rak kaptam is rá egy beheadinget, meg sharpness-t is, és így ahogy megkaptam a beheadinget, már meg is tudtam csinálni a skeletonos küldetést. Az előbb vettem föl egy 10 percet kb, ezt már egyszer elmondtam, de valamiért bekresselt a játék, és tönkrement a felvétel is, még jó, hogy nem csináltam benne komoly dolgokat. Igazából annyit csináltam, hogy leadtam ezt a küldetést, ezt a more bone mealt, és azt hiszem ennyi is volt, mert más nem csináltam. Igen, igen, ennyi volt összesen, úgyhogy nem maradhatok le sok mindenről. Bone mealt kaptam, de meg is tudjátok nézni, hogy mit kaptam ebből a skeletonosból, meg egy reward bag-et, a reward bag-be pedig blackberry bush volt. Ez azért jó, mert másfajta kaja is lesz. Ja, csak majd le kell ültetnem. Mit meg fogok tenni nem sokára. Úgyhogy itt tartottam, utána becrashelt a játék, remélem most nem fog. Gyorsan leütem ezeket a kaktuszokat. Sokkal egyszerűbb, ha úgy ütem szét, hogy az alját is kiütöm, mert akkor véletlenül se esik rá az egy blokk az alsó blokknak a tetejére. Hoppá, olyan jó sikerült, hogy itt a mellette levőt is kiütöttem. És így szépen visszaültetem, ígyni. Ez pedig mehet a növényes ládába, de ez meg a mob farmos, meg mindenféle vegyes láda. Jó, akkor nézzük a következő küldetésünk nekünk. Ugye van egy sieve, meg lehet water bucketot csinálni, de gondolom ez ilyen iron... Várjál, hogy van? Nyolc cactus juice kell hozzá, és akkor ilyen bucket of water-t kapunk. Ezt megnézem amúgy. Water. Ja, egy... Aha, így. De hát csinálok infinite vizet mindjárt, megmutatom, hogy hogy. Hiszen van egy korábbi küldetés, amit meg kell csinálni, ez. 4 cactus juice kell nekünk, és kaktuszunk az van bőven. Úgyhogy én veszek magamhoz 8-at. 8 kaktuszt. Kell egy crafting table. A crafting table-be csak berakjuk, és kihúzzuk belőle a cactus juice-t. És akkor én csak először 4-et mutassunk meg, opá, mutassunk meg neki. Manuál submit. Oké, hiába nem írta ki, mégis elfogadta. Jó, és ez repeatable quest, szóval ezt bármennyiszer meg lehet csinálni. És már is van 2 vödör vizem, ami azért jó, mert mindjárt csinálok neki
helyet, ahol le tudom önteni. Mondjuk azt, hogy ez a fail blob, ugye? Most, ahol vagyunk. Igen. Azt mondja, hogy így van. Így, és hogyha így berakom, akkor nem fog kicsurogni. Elméletileg, igen. Hova kell önteni? Ott, nem, ide. Így van, ide kell önteni a vizet. Vagy itt középen, és megmaradtak. Megmaradtak az üveg, de jó. Juhú, tök jó, maradt kettő ilyen vödör, nem is tudom ez milyen vödör, tök jó. Na hát, ez nagyon jó, örülök neki, hogy azok a vödrök megmaradtak, azt hittem el fognak tűnni. Gyorsan aludjunk egyet. Úgyhogy most már van Infinite Water, srácok. Nagyon jó, örülök neki, nagyon örülök. Úgyhogy már lehet farmot is csinálni szépen lassan. Azt mondja, nekünk kell olyan, hogy mi a következő küldetésünk. Ugye ez megvolt, ez repeatable, de már egyszer kész van. Ugye most jön ez, tehát ez most nincs nekünk. Cobblestone generátort kell csinálni, 64 valami. Ahhoz pedig agyak kell, amit nem tudom miből kell csinálni. Húha, srácok. Valami krui, nem? Ilyen kell nekem. Unfired crucible. Porcelain, clay. Clay pedig úgy lesz, hogy... Hát nem tudom, hogy hogy lesz. Hopp! Nem, nincs valami craft receptje neki véletlenül? Itt a clay-nek, hoppá. Crucible. Igen, unfired, igen. Bele. Úsorg. És akkor meg tudjuk nézni, hogy... Így, igen, vagy ezt. És ezt hogy kell csinálni, mert erre biztos, hogy van valami, nem. Clay. Hát ezt nem hiszem el, srácok, nem fogunk kapni clay-t. Hogy lesz clay-ünk? Már nem is emlékszem rá, hogy hogy kell csinálni. Na, ez nagyon jó. Porcelain clay. Na jó, akkor a cobblestone generátor... Ez felejtős, nem tudom, hogy miért, hogy... Vagy várjunk, csak lehet megnyílt máshol is küldetés, akkor nézzük azokat inkább. 16 stone kell hozzá. Nem, akkor ezt hagyjuk. Igen, ez megvolt. Let's eat something. Ezt kéne megcsinálni. Hát ezt kéne inkább megcsinálni most. Juicert. Jaja, juicer. A stone kell meg stone plate, úgyhogy hát én szerintem mennyi földet hagyjak meg, 16-ot, ezt a 46-ot pedig le fogom szitálni, azért mert hát na, kell a cobblestone, sajnos, és máshogy nem tudok cobblestone gyártani, csak is így. Ugye itt kapjuk ezeket a stone darabokat, ezt az Exnihilio stone-t, és akkor ebből lehet ugye 4-ből összecraftolni egy cobblestone-t. Közben kapok rengeteg másfajta sugarcane seed, rubber tree, melon seed, úgyhogy ezek tök jók, hogy ezeket kapom, mert ezeket majd le kell ültetni, hogy legyen több fajta kajám, ugyanis azzal, hogy most majd meg fogom csinálni a juicert, akkor elkezdtetek a gyümölcsök felé is menni, és akkor így, hogyha gyümölcseim lesznek, akkor ugye meg tudom enni magát a gyümölcsöt, meg hogyha csinálok belőle egy juice-t, akkor az is egy külön kajának számít, úgyhogy tényleg ez a juicer lesz most nekem a legmegfelelőbb dolog, amit tudok csinálni, viszont ahhoz nekem nagyon sok cobblestone kell, ami úgy lesz, hogyha szitáljuk a földet. Úgyhogy, ja, szitáljuk a földet. Közben látom, hogy ott már elég sok mob összegyűlt ott a mob spannerekbe, vagy 5 vagy 6 darab, úgyhogy azt is itt a két szitálás között meg mindjárt megyek és le fogom őket zúzni. Aztán itt a soybeant is meg kéne növeszteni, egy kicsit így rá kéne bírni, hogy gyorsabban nőjön, úgyhogy mindjárt megbullmillezzük azt is. Mert az is elfogyott, már csak soy milk-en van, meg firm to fum, amiket már annyira lezabáltam, hogy már nem adnak semmilyen kaját, úgyhogy tényleg kell ez a juicer. Jó, hogy megnéztem, mi a következő küldetés, amit nagyon muszáj megcsinálni, hát ez az lesz. Úgyhogy haladunk vele, szépen még van 16 földünk hátra, ezt még lenyomom. Ám már beleraktam egy újat, mindegy. Ott egy csomó carrot seed, na van répánk is, az jó, mert répa juice-t is lehet csinálni.
Csak valami farmot kéne majd létrehozni. Van cobblestone-unk, az tök jó, mert akkor csinálunk sütőt, de... Van csak van valami slab, cobblestone, vagy nincs csak... Hogy hívják ezt? Furnace. Azt is nem tudom a nevét. Furnace, de van ilyen. Slab furnace, ami úgy működik, hogy csak 6 cobblestone kell hozzá, mert slabből áll össze. És ez teljes értékű kemencének tudható be. Nem tudom, hova rakjam. Valami olyanra kéne, amiben nem sűrűn nézek bele, mondjuk. Hát pont nem ide gondoltam. Ajaj. Na jó, ehhez majd csákán kell, hogy szétüssük. És akkor kezdjünk el szerintem égetni faszenet. Ugye így a leggazdaságosabb faszenet égetni, hogy jó, planksből égetsz ugye woodot, mert a planksnek ugyanolyan a fűtőértéke, mint a woodnak, és ha megnézitek, ugye akkor igazából nem, mert egy woodnak 300, viszont egy woodból 4 planks lesz, és akkor ugye ez már 1200x400-as burn time. Úgyhogy jobban megéri, hogy alulra rakjátok a planks-et, felülre pedig a woodot. Ugye ezek még ilyen olyan dolgok, amikre muszáj ilyenkor még figyelni, mert nagyon az elején vagyunk a játéknak. Hú, tényleg nagyon sok már ott. Ez milyen mag? Truce seed. Ja, ez fa. Aha. Az is egy fajta fa. Összerakjuk ezt is. Gyűlik szépen a cobblestone-unk. 25 darab van. Igazából összesen 3-at kell, és azt is csak 3-at ki kell égetni. De akkor már égessünk ugye kerekszámokat, hogy egy darab szén menjen el, úgyhogy 8-at fogok égetni. Nem akarom, hogy így fölöslegbe is járjon a kemence. Hogyha már betölti magába a szenet, akkor úgy égessünk vele annyit, amennyit lehet, aztán később az úgy is jó lesz. És akkor még van összesen 3 darab földünk, amiket szépen leszitálunk. Aztán ugye ezt majd automatizálni fogom természetesen a későbbiekben. Remélem, hogy az autonómus aktivátorral működik. Nagyon remélem. És még lett 12-37 darab cobblestone, az egész jó. Viszont most nekünk ennyi elég is ebből a charcoal égetésből, hiszen belerakok 8 darab cobblestone-t. És ugye ebből akkor összesen remélem, igen, ugyanannyi a fűtőértéke nekik, lesz elég rendesen. Jó, ide berakjuk a szenet, ide visszarakjuk a fát a tetejére. És akkor mit kaptunk? Potato seed, az is jó, carrot seed, fű. Fű az azért jó, mert virág, de mondjuk virágom van, mert azt még szedtem, mielőtt leromboltam volna a világot. Sugarcane, rubber tree, meg spurs. Hát ez egy sikeres szitálás volt, meg rengeteg cobblestone-t kaptam. Ugye ennyi kell nekem most összesen, hiszen ugye kell egy pressure plate. Meg kell egy ilyen, és meg is van a juicerünk. Végre megvan a juicer, pick one, reward bag, apple sapling, ez nagyon jó. Automation upgrade, az kellett, mint egy falat kenyér nekünk. Nagyon fontos volt, ugye soy barley seed, az tök jó. Meg apple sapling, és végre akkor tudok csinálni az almából alma juice, nem tudom mennyit csináljak, vagy 16-ot. Mert így akkor legalább ezt is tudom inni. Ó, de jó. Most pont jól is fog esni egy juice. Nagyon király. Juicert is berakjuk oda. Jó helyen van az ott a cuccokkal. Bone meal kell nekem, bone meal, mert kicsit a soybeant egy kicsit meg kell növeszteni. Így, 4, 11 darab. Nagyon jó, bár ez ugye csak felett hat vissza, úgyhogy 6-ot berakok, maradék meg jön ide. Magot most nem kaptam. Érdekes. Ja, hogy ez már nagy. Opá! Most lesz majd magunk akkor. Így. És leültetjük. Jó. Ja, lassan nő, mert nincs víz körülötte. Valami farmot kéne létrehozni, csak az a baj, hogy... Ja, mondjuk nem, már tudok csinálni, mivel van szenem. Ezt a 8-at ezt el is használom akkor. 32 darab torcsot csinálok. Akkor ez itt tök jó lesz. Ha, csináljuk meg az egészet. Sticknek. 32 torcs. Na, hú, király. Van 32 torcsom. És akkor valamerre... nem is tudom, hova kéne csinálni a farmot. Mondjuk ide. Itt a víz, és akkor egy ilyen hármas utat vágunk ide-ki. Ja, és persze jöhet a
Slab. Elég erőteljesen. Jöhet a slab. Így, és jöhet rendes planks is. És ha már itt vagyunk, akkor jöhet a föld is. Ugye meglátjátok, hogy hogy lesz ez csinálva. Azt mondja, hogy igen. Ugye 3. 1, 2. Hát most lesz egy kis építkezés is. 2, 3. Ugye itt van egy ilyen lépcsőfok. Menjünk még egyen följebb, kicsit legyen dizájnosabb. Legyen így. Így, és akkor még egyet emelünk rajta. Mert ugye így vagyunk 65-ön, itt 66-on, és itt van a blokk. Úgyhogy ide kell rakni, ugye 16 az egy 4x4-es farm. Ú, de nagyon sokig tartott kiszámolni, te jó Isten. De nem akarom megcsinálni az egészet farmnak, hanem ugye megcsináljuk így. 3, 4 és 5. Tényleg csak egy ilyen kicsit akarok csinálni, semmi extra. És akkor ugye szélére relakok még 2 torcsot. Nem föld. Ajajajaj, elrontottam. Van annyi fám, mint az állat, úgyhogy ezzel nem kell vigyázni. Úgyhogy nem ér nagy szívfájdalom, hogyha leesik 1-2 darab. Most már csak azt kéne megoldani, hogy valahogy itt alatta. De ezt nem tudom megcsinálni sajnos. Mert ugye jönne a víz. Nem csak, de el meg tudom csinálni szerintem. Ha onnan rálátok, arra a blokkra. Arra nem, de mondjuk innen. Erre már rá fogok látni szerintem. Na. Basszus. Hogyha ezt itt kiütöm, akkor már lehet, hogy könnyebb dolgom van. Nem, még mindig nem. Na most. Így megcsinálom így alulról is az egészet. Hogy a víz az ne folyjon ki, mert az úgy nagyon csúnyán néz ki, hogyha kifolyik a víz itt alul. Jó, és akkor most már csak ezeket innen le kell ütni. Tehát segédelemeket ígyni. Nagyon jó. Körbe lerakjuk a földet. És majd így szépen lehet bővíteni a későbbiekben. Alszok, és utána hozok vizet. És leültetem a különféle magjaimat, amik vannak nekünk. Ezt a szojbint is innen kiveszem. Kivettem, jól van, ügyes vagyok. Ide lerakok egy torcsot, mert itt is szokott spawnolni mob, ugye, mivel itt az ágy mellett van ilyen kis emelkedő. Na szóval, nem itt vannak a magok, hanem itt kell nekem barley, igen, jöhet. Ja, meg persze kell a kapa is. Ja, ezt hittem már kifagyok megint, megállt a játék pillanatra. Barley, sugar cane, az is jöhet. Potato, aztán jöhet rendes seed, carrot, cotton, az is jöhet szerintem, melon, barley, az már van, fű nem kell, meg egy soybean, hát szerintem mindenből egyet tudok leültetni csak, vagy mi lesz itt most. Levesszük ugye a tetejét, megkapáljuk, barley, potato, sugarcane-nek nem kellett volna. Ja, majd víz kell neki, jó. Carrot, seed, cotton, meg melon. Carrot, seed, cotton. És a dínye pont kijött, mert majd ide tud nőni akkor a dínye, vagy oda. Az jó kérdés, hogy hova fog. Amíg lenne egyfajta, ja meg a soybean. Tényleg a soybean. Azt el is felejtettem teljesen. Akkor valami ide fog nőni majd a dínye. Gyorsan hozom a
Ted volt nálam, vagy mi? Ja nem, nem tudtam leültetni. Jól van. Akkor tényleg kell gyorsan hozni a vizet. Aha, több volt nálam szojvén, igen. Hát ezeket a magukat már vissza is pakolom, kijöjjön a sugarként, mert abból kell egy. Jó. Hopp, betesszük oda a vizet, és már is jó lesz majd a dolog. Ugye most ide rakjuk már a sugarként, le tudjuk rakni, meg már le tudjuk rakni a soybeant is. És akkor szerintem neveztek is rajtuk egy kicsit. Harvestable. Hú, nagyon jó. Plusz magot is kaptam. Megnézzük, hogy mi hogy néz ki, hogyha megnő. Hú, mondjuk ezek nagyon érdekesek, ezeket tudom. Á, növesszünk meg mindent. 75%, még csak pont elfogyott. Na. Hát akkor itt az én kis kertem. Elég sok mindent termelek majd rajta egyszerre, de semmi probléma. Jaj, már azt se tudom, mit hova pakolok. Jó, hát elég gyorsan kész lett a kiskert. De jó, kezdetnek nem rossz. Plusz még itt megcsinálom ugye körbe ezt a szamárvezetőt, ahogy végig meg van építve az egész. Ez megvan, és utána persze ezeket meg kell csinálni, majd cutting board, ezeket majd mindnek fogjuk így szépen csinálni. Lunch bag, ahhoz mi kell? Csak valami kumitán, azt hiszem. Lunch bag. Papír kell hozzá. Na, hát az majd lesz. Per pillanat nincs. Tehát majd arra kell akkor menni inkább. Ez könnyebb. Saving for new world. Saving stone. 16 stone kell. Igen, van 5. 35 cobblestone-on van. Ó, mondjuk lehet, hogy arra kéne ráállni, hogy akkor most gyorsan így a cobblestone generátoron kívül megcsinál az egy stack cobblestone-t, mert akkor kapok, hogyha megvan az egy stack cobblestone-om, akkor kapok lávát. És hogyha láva van, van vödröm, akkor már ugye tudok csinálni cobblestone generátort úgy külön. Na, mondjuk ez nem is rossz ötlet. Akkor most erre állunk rá, srácok, a maradék is időnkben, ami még van, és hogyha nem lesz unalmas, hogy cobblestone-t csinálunk ezerrel. 29. 7 darab, ez 42, miért kaptunk birch seed, na minden fához kaptunk már seedet, van tök is, nagyon jó, hopp, meg itt van egy acorn, jó, elhiszem én neked, hogy mi vagy, és akkor kell még bone, igen, uff, és itt na, inkább rakjuk vissza, maradjon. És akkor szépen kiütjük a fákat. Ugye a Weinmardennek köszönhetően elég még csak egy tinkeres baltával az alját kiütni, és már is kapjátok meg a cuccot. Nem is fogom itt a leveleket ütni, mert teljesen fölösleges. Elég, hogyha csak tényleg így Weinmardennel végigmentek, bőven ad vissza a Fast Leaf Decay annyi saplinget, hogy le tudjátok ültetni a fákat, és még tudtok dörtöt is készíteni. Tényleg nagyon sok saplinget, ha látjátok, hogy 12 fát ültettem, és még nem szedtem össze a saplingeket mindenhol. De, hát na, eléggé nagy a profitunk saplingbe is. 28, tehát több mint a dupláját adták vissza. Pont 2 darab dört fog kijönni belőle. De még gyorsan ránöveztek. Hopp, még itt maradt egy, na. Gyorsan ráneveztek mindegyikre. Remélem elég lesz az egy stack, hogy a 12-t kinevesszem. Á, mondjuk, hogyha így nő, akkor nem. Ez 3-at, 4-et mindegyikre rá kell nyomni. Ajajaj, benne vagyok a levélbe. Azért van ekkora távolság köztük, látjátok, srácok, mint pont ekkor nőnek meg teljes faként. Mindenhol, mindenhonnan 4 távolság van egymás közt. Elég nagy területet foglal így el a fafarm, de legalább így működik rendesen. Így ugye teljes lombozattal nőnek ki a fák. És így maximalizáljuk a sapling termelést. Már megint ugye 24 sapling, úgyhogy már bőven vissza tudjuk majd ültetni. És még földet is tudunk csinálni ahhoz, hogy kapjunk egy kis cobblestone-t még. Még van 16 bone millem, de
igazából rá fogom áldozni akkor az összes bónillemet arra, hogy kivéve, mondjuk most javítani kell a baltán amúgy is. A balta az bónillem működik, szóval csak óvatosan. 53 szeplünk, na. Utána majd szitálni kell ugye gravelt vagy homokot, de inkább gravelt. Kapjunk ugye ilyen iron cuccot, és akkor abból pedig... Uaj, de lassan nő ki! Az igen. Ráment 9 darab bone meal, erre is ráment 5. Még ezek jó nagyok. Saplinget mondjuk annyira nem adnak ezek a nagyok, én azt vettem észre. Összesen 3-at ad. Nem sok. Na mindegy, a baltának úgyis vége van már. Úgyhogy itt gyorsan bepakoljuk, hogy komposztálódjon a föld. A 4-et meg nem rakom be, minek fölösleges. Ja, hogy így itt van, akkor jó. Na így már minden más lesz. És akkor már megint egyszerre 6 földünk komposztálódik. Jó. Itt van a kaja? A kaja az itt van. Jó, és akkor, ugye megint van tisztek, kell nekünk akkor bone meal, ugye azt mondtam. Mert javítani kell a baltán, ugye csontbalta az, és neki a neve kreatívan. Megyünk és akkor növesszük a fát megint 1000-rel. Jó, azért már van bennem oba, ahogy látom. Hopp. Látjátok, most 2-ből kinő. Ez 8-ból nőtt ki. Vagy nem tudom mennyiből, valami hasonló volt a 8-hoz. Jaj, csak nem fogy el az összes saplingem. Hopp, ott van egy sapling, ott árválkodik. Mielőtt még ránőne a fa, azt még felszedem. Na még jó, hogy ez a plusz szegély is van, mert az is megfogja. Jó, most már többet nem. Több saplinget most már nem növeztek ki. Majd megnő magának, hogyha akar. Ó, de jó tényleg, hogy ott van. Jó sok esett le. Esett volna le, de nem esett le. Mert ott volt ez a szegély. Ezek most jó nagy fák lettek némelyik. Nem erről beszélek, pont ami előttem van, amit előtte ütettem ki. Ez jó nagy volt. Ó, van itt sapling megint bőven. Közben azért ültessük is lefelé, hogy ne járkáljunk kétszer fölöslegesen. És utána megint ugye megint komposztálunk. Közben ami komposztálódik ez a pár darab dirt, addig akkor hopp, le ne essél. Hogy ez azért jó, mert itt mellett nyugodtan ugrálhatok és úgyse fogok kiesni. Azért szeretem ezt a fajta kerítést megcsinálni ide köré. A placok köré. Na, le van ültetve és van megint 49 sapling. Hopp, ott, mint valami le akarná esni, nem? Vagy le is esett? Nem, most. Most van nálam. Megkaptam egy almát. Megint van 6 dört. Ezt amíg komposztálódnak az új dörtök. Ugye 6x8, 48, tehát 49 saplinggel pont jók vagyunk. Így van, még maradt is együnk gratisba, el is rakjuk. Ugyanúgy az almát is, megint, nagyon sok földem van, vagy nagyon sok woodom van, kegyetlen. Jön az éjszaka, aludni kell. Jó. Mit akartam? Ja igen. Szív, szitáljunk egy kis dörtet. Nem tudom, hogy meg lesz-e a 64. Nagyon remélem, mert már nincs több bone meal-em, amit fel tudnék használni, mivel ugye a baltát is javítani kell valamivel. De mindjárt megnézem én azt a mobokat ott, aztán hát, hogyha van benne skeleton, mondjuk innen látok egy skeletont. Rá is megyek. A baltám, hogy hol van? Itt van, jól van. Rá is megyek. Ó, már 2 fa ki is nőtt, ez tök jó. Akkor... Hát, egy szeplinget kaptam összesen belőle. Még nézzük a másikat. Hát, hogyha ez többet ad. Nem. Ez önmagát reprodukálta. Ezzel nem érünk semmit. Robot csontot, király. De csak egyet. Ez 3 darab bone meal. Mondjuk abból meg pont meg tudom javítani a baltát, mert 2 darab kell a javításához. Na futás. Alma, hogy adja? Sehogy mi? Á, még nagyon nem adja az alma.
Jaj, nem is ide. Ott láttam egy szolgént is. Ezek jönnek ide. Ez pedig ide föl. Na, hányszor nyitom még ki? Jól van. Opp, ott még van kettő darab, de minden darab számít. Jó. Hat darab. Ismételten. Ajaj. Lesz-e elég? Ó, mit kaptam már megint belőle? Akác. Király. Csak már nem fér el a ládába, úgyhogy nálam marad. 44. 11, 53. Á, nem igaz, nem igaz. Na jó, akkor legyen az, hogy 27 meg 3, az 30 bónia. Megjavítjuk a baltát. 3-at félre rakok még balta javításra. Az összes többi pedig most kajálnom kell. De mit? De mit tegyek? Ami 64%, 48... Valami kaja kell pedig. Krumpli, répa. Azt nem kaptam meg. Ezt megkaptam. Ennyi szíd ebből nem is kell, úgyhogy ezt már dobom is el. A krump, vagy a répából tudok csinálni juice-t. Úgyhogy azt már meg is csinálom. Ugye a répa az kettőt ad, viszont juice-ba kettő is felett. Így van. Krumpliból lehet juice csinálni vele? Krumpli juice. Ne. Krumplit így lehet megenni, vagy hogyha megsütjük. Süssük meg. Dobjunk be ilyet, és akkor megnézzük. Süssük meg. Ennek is 300? Nem, annak 150. Na, az lett volna a király, hogy a stabnek is 300. Fűtőértéke, de nem. Jól van, jól megcsinálták. Na, egész jól vagyok. Úgyhogy mehetünk is fát növeszteni. Hát ez jól sikerült. Ez is. Na, mindegyik ilyen legyen. Ami nem nő ki kettőre, azt hagyom. Kettő. Kettő. Na. Ó, nagyon jó. Egész sokat ki tudtam neveszteni ezzel a módszerrel. Nem nyomtam rá, mint a hülye a bone meal-t. Hát a csónak meg csónakázik itt egy maga. Ha nézzük, mennyit fogunk kapni. Á, nagyon keveset. Nem hiszem el, hogy nem lesz meg. Éppen összejön egy földre való. Ja, várjál, még itt van egy csomó földön, nem is jöttem észre. Hát... Ha még ezeket kivonom belőle, akkor nem sok földünk lesz, ismételtem. 25... 3 darab földkockát tudunk csinálni. Abból pedig jó esetben is csak 3 darab cobblestone-t tudunk csinálni. Úgyhogy nem szeretném abba hagyni srácok az epizódot, úgyhogy amint megvan a 64 darab cobblestone, akkor vissza fogok térni, ezt most már mindenképp megcsinálom ebben az epizódban. Itt is lennék, meg is vagyunk. Nem is tartott ez olyan soká... Hoppá! Hova lett a harmadik föld? Csak kettő volt? Nem, három volt. Jól emlékeztem én. Hopp. Szóval nem is tartott ez olyan sokáig, még egy jó 10 perc volt az egész. Úgyhogy szitáljuk a földet ezerrel. Remélem megkapom. Igazából csak egy darab kell még, mert már 10 meg volt. Úgyhogy, ohó, egy stack, egy darab és egy darab ilyen ex nihiliós stone szart is kaptunk. De megvan a 64 cobblestone. Itt lesz ez a küldetés. Így van.
Claim, Reward, Pick One, és kapunk egy Borelt, World Interaction Upgrade-et és Transfer Node-ot. Ez nem jelent más, mint a Cobblestone generátort. És innentől kezdve annyi kövünk lesz, mint az állat. Nagyon örülök. Hú, ezek nagyon jók, ezeket, hogy megkaptuk. Utána már csak Speed Upgrade-et kell ugye nyomatni bele. Reward Bag, 32 cent! Ó, ez az, lehet citálni, mint a hülye! Uhú! Nagyon jó! Ez az. Mit kapok amúgy belőle? Crushed Oratium Ore, Crushed Iron Ore, ez az. Végre! Sand, de lehet, hogy a Dustot kéne inkább megcsinálni a Sandből, és akkor úgy lenne az igazi. Nem mindig kapok cuccot amúgy, látod, most se kaptam semmit. Celtus Quartz Kristály. Na, ezt mondjuk pont nem kéne most így szitálni, mert nincs chestem, amit lerakjam. Úgyhogy srácok, a következő epizódban már úgy fogok jelentkezni, hogy a Cobblestone generátor már ezerrel fog üzemelni, és remélhetőleg már itt automata szitálás is fog következni a következő epizódban. Ugyanis ennek a résznek itt elérkezett most a vége. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha pedig szeretnétek, hogy legyen még Longoriász epizód a csatornán, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!